Sziasztok! Olyan iszonyatos meleg van egész nap, hogy ezt szerintem csak vízparton lehet elviselni. Éppen ezért jöttem ki ide a Rákospatak partjára, ebbe a vadregényes környezetbe. Ezt az adást egyébként a Zuglói Turisztikai Hivatal támogatta. Zugló. Egy szelet kis tarcsa Budapesten. Nem, igazság szerint azért jöttem ki, hogy kipróbáljam a kamerámat éles bevetésben is, úgyhogy ha ez most jól sikerült, akkor ezt látjátok reggel, ezt a felvételt, ha nem, akkor viszont nem látjátok és teljesen fölöslegesen beszélek. Viszont ha amúgy is csinálom már ezt a videót, képzeljétek el, hogy feljutott egy drón a nemzetközi űrállomásra, mármint nem felemelkedett odáig és kopogott az ajtón, hogy engedjék be, hanem normál teherrakománnyal érkezett. És az ehhez kapcsolódó kérdés, hogy melyik űrügynökség fejlesztette? Mondom a lehetőségeket: A. az amerikai NASA, B. az európai ESA, vagy C. az orosz Federalnoye Kosmicheskoye Agentstvo, vagyis a Roskosmos, vagy D. a japán JAXA. Lehet, hogy nem a legegyszerűbb kérdés, de mutatok egy képet róla, hát ha segít. Hát ez konkrétan annyira japán, hogy le se lehetne tagadni. Egyébként Intbalnak, Internal Ball Camera-nak hívják, kamerának hívják ezt a kis vacakot. Lényegében egy robot kameráról van szó, ami röpköd ide-oda a nemzetközi űrállomás kibó moduljában. Az egész cucc körülbelül 15 centi átmérőjű, nagyjából 1 kiló a tömege, a súlya az nyilván jóval kisebb odafenn, mint idelen lenne a Földön, de hát arra tervezték, hogy súlytalanság mikrogravitációs környezetben tudjon röpködni mindenfelé. Érdekessége továbbá, hogy a szerkezeti elemeit 3D nyomtatással készítették, tehát elképzelhető, hogy rövidesen a Thingiverse-on is megjelennek majd kalóz változatai. Igaz, ha azt kinyomtatjuk, akkor az magában még itt nem fog röpködni a Földön. Van benne 12 propeller, ennek a segítségével lényegében a tér minden irányában tudják mozgatni a helyét és a helyzetét is, méghozzá oda lent a földi kiszolgáló állomásról. Állítólag azért van erre a cuccra szükség, mert hogy az űrhajósoknak rengeteg idejét veszi el a fényképes dokumentáció, ez a szerkezet pedig tud fényképezni, videózni, dokumentálgatni, és persze a japánok tudnak vele vagizni, hogy milyen nagyszerű szerkezetet alkottak. Mondjuk abban nem vagyok 100%-ig biztos, hogy ez rengeteg időt tud megspórolni, mert amíg odaemeli az űrhajós a feje elé a kamerát, fényképez egyet, nem tudom mennyivel lassabb, mint megbeszélni a földi kiszolgáló személyzettel, hogy most éppen gyere ide, és zoomolj rá erre a területre, és fényképez egyet. Persze lehet, hogy automatizálható a folyamat, ezt nem tudom. Egyébként még az is megfordult a fejemben, hogy ez csak egy média hack lehet, ugyanis nagyon kevés információt találtam róla, és többnyire az infók nagy része egyetlen forrásból származik, de azért a JAXA csak nem rak ki olyan dolgot a honlapjára, ami kamu. Amikor ez a kis golyó megérkezett a nemzetközi űrállomásra, akkor a kibó modul falára magenta színű kis placsnikat kellett rakni, de nyugi, az adatbiztonsággal valószínűleg minden rendben van. Ezek a kis színes négyzetek azt a célt szolgálják, hogy ez alapján tudjon tájékozódni a szerkezet. Egy aprócska kamu lehet, hogy mégis van a dologban, ugye nagyon cukik ezek a hatalmas szemek, de valójában ezek csak azt a célt szolgálják, hogy az űrhajósok tudják, hogy éppen merre néz a kamera, de valójában csak egy kamera van a golyóban, az pedig nem a két szeme helyén, vagy a két szemének az egyikében, hanem pont a két szeme között, tehát itt az ornyergénél, már amennyire egy robotkamerának van ornyerge. Hát lényegében ennyi, menjetek fel a nemzetközi űrállomásra, és nézzétek meg a saját szemetekkel is, hogy tényleg így van-e. Iratkozzatok fel, meg nézzétek a korábbi videókat is. Sziasztok!